Az idei Polák Expo-nak a fő témaköre egyrészről a szakmai együttműködéseknek a bemutatása. 134 kiállítónk van, és minden eddiginél több szekcióban. Az összes mérnöki szakma képviselteti magát, de természetesen hoztunk aktualitásokat is. A mesterséges intelligencia és az energiatárolás, energiafelhasználással kapcsolatos kérdéseket fogjuk a plenáris előadáson hallani. Megújuló forrásokból származó energia letárolása az egy problémát jelent. Ennek a megoldásai a különböző forrásokból származó energiák kiegyenlítése. Erről fogunk hallani egy nagyon érdekes előadást. És a mesterséges intelligencia most a csapból is folyik, tehát látjuk azt, hogy ha most nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, akkor akár a hallgatóinknak a teljesítményét is befolyásolni tudja. Adaptálódik a környezethez, és a változásokat le tudja követni, és azokat a döntéseket, amit hoz, azokat mindig újra meg újra gondolja annak a függvényében, hogy mi történik körülötte. Erre mondhatjuk azt talán, hogy ez a mesterséges intelligencia, de mi szeretjük mindenre ráhúzni, tehát mondjuk az önvezető autótól kezdve egy olyan szakértői rendszerig, ami pár adat kapcsán tud egy igen-nem döntést hozni, azt már szeretjük mesterséges intelligenciaként nevezni. Most ugye robbanásszerűen fókuszt kapott a ChatGPT, illetve hát ezek a chat robotoknak a működése, meg az, hogy ővelük beszélgetni lehet, és ez már kezd egy ilyen emberi formát ölteni. Ez már egy mesterséges intelligencia irány, de azért azt látni kell, hogy attól, hogy egy mesterséges intelligencia öntudatra ébredjen, meg önálló gondolatai legyenek, attól azért elég messze vagyunk. Ami újszerű manapság az az, hogy az elmúlt pár évben felmerült az, hogy ez már nem csak műszaki kérdés, hanem egy társadalmi kérdés is, jogi kérdés is, és ez az egyetemnek ugye több olyan kara is van, aki ezzel a témával foglalkozik, és relevánsan foglalkozik, és meggyőződésem, hogy egyébként ahhoz, hogy ez egy kényelmes jövőt hozzon, és egy az emberek számára is jól használható környezetet tudjunk építeni. Itt most már a műszaki dolgokon túl is kell egy picikét tárgyalni ezt a kérdést. Mindazok mellett, hogy azért a műszaki vonal az mindig ott van, és az, hogy ez működik, meg működni tud, az mögött mindig van egy műszaki háttér.